Sziasztok srácok, Kristóf vagyok, és itt is lennénk egy újabb FIFA 17-es epizódban. Ahogy a címből is láttátok, ma ezt a Journey dolgot fogjuk kipróbálni. Ez is egy ilyen bevezető epizód lesz, és fogalmam sincs, hogy mi ez, nem is néztem trailereket. Ha vágjunk bele, én azt mondom. Ugye Alex Hunter vagy valamilyen karakterük van, Manchester United-be. Igazolunk. Így betűz a nevedet? Tizennyolc évesen kerülünk a Manchester Unitedhez, amit tudok a sztoriból. Az egyik idő volt egy olyan trélert, hogy mit tudom én, nem is tudom már melyik játékos volt az fiatalon, William vagy Alexandro, bocsánat, nem tudom. De Manchester United itt van, mindenki, aki számít, karriermód. Minden oké. Nem kell mondanom, milyen fontos a győztes start. Na igen, nyerni kell, dolgoztok keményen. Igen, hogy cserék leszünk. Mutassuk meg, hogy mit mutassuk meg a szurkolókat. Szurkolóktok, hogy mit tudunk. No pressure, mate. Hogy értem is lő egyet, de ez én jelentőségem, hogy valami ilyesmi mondott a srác. Nem, itt valami kapcsolat mutatott, mint a teljesen szerepjáték lenne. Érdekes. Oké, gyerünk srácok, jobbjuk. Igen. Play as team, play as hunter. A Chelsea ellen kezdünk, hát nyilván a Hunter ellen kezdünk, vagy Hunterrel játszunk. Leicester City, ez a tavalyi bajnokság, vagy nem tudom. Itt van a jelenlegi helyzetünk. Idáig egy győzelem, egy döntetlen. Nem, ez már idei, vagy nem tudom. Még új dolgok vannak, úgyhogy nem a tavalyi BPL. Hi there everybody, szokásos kommentátorok. Chelsea ide van idegenben. Érdekes lehet így játékos szemével. Főleg aki nem focizik azoknak. Padon kezdünk, ugye? És ugye ennek az egésznek az a célja, hogy tényleg egy világhírű focistával váljunk. Hát ez nem rossz, hogy 18 évesen itt a United-ba kezdünk, vagy legalább padon vagyunk, szerintem. Sok is játszok, nem láttam az előzőt, az nézze meg, többet beszélek a FIFA-ról, meg ilyen mindenféle dologról, úgyhogy már 17-től egy bemutató meccset játszottunk szinte United-dal, Walker be is rúgta. Hát nem tudom, hogy értünk-e, de berúgta. Igen, 1-0, ott Ibra padon van. Közösség nem pirozik. Egy-egy, igen, bocsánat. Kirúgta, diékozta. Na igen, egy-egy. Mourinho, Fesco. Igen, lehet egy cserét fogunk látni. Talán mi. Hát hátra megadják a lehetőséget, na. Hunter, melegíts be. Azt is tudjuk mi irányítani? Alex Hunter, who is warming up, így van. Keményen fekvő táv, az minden menjen. Jó lesz az. Who are you? Nem tudják, kik vagyunk, úgyhogy meg kell mutatni. Ez érdekes, vagy szoktak ilyet az angolok? Gyorsnak kell lennünk. Készen vagy? Igen, engedj oda. Csak engedj ki oda. Igen, ez jó tetszett a kapcsolatának, egy ilyen kis piros tűzjel ezt, nem tudom mennyire vettétek észre. Srácok, hogy ott van valódalt a subscriber counter, hogy nem tudom, le fogom vágni. Mindegy igazából, és aki még lenne feliratkozó, az iratkozzon fel a csatornára. Rengeteg FIFA 17 várható. Get a result, win the match. 10 pass. Achieve a target, meg rating. Oké, okay. Na hát akkor fussunk föl.
Igen, most nem sétálunk föl, hanem most csak úgy fölmegyünk. Nem nyomtam le direkt ezeket a dolgokat, hogy most hogy van ez, aki nem látta volna, nyugodtan nézze meg. Igen, csatárok vagyunk, ST, ennél pozíció nem is lehetne. Passzoljuk, elsőnk a 10 passzot, az könnyen lehet egyszerűsíteni. Sarokkal jó. Lefutunk, na egész jól mentünk föl, és nincs sok időnk már nagyon itt játszani. De, hát ja, próbáljunk minél többet. 6-os értékelésünk van. Nekünk már nem kell ennyire visszafutni, ezt többiek majd elintézik. 1-1 az állás, ugye? Jó, hát oda be kéne futni. Az jó, és akkor most be fejre. Gyere, bent vagyok. Nem, tisztáz a játékos. 6-os értékelésünket tartjuk. Hú, hát oda esetleg. Az jó, fejjel! Ott mekkora lehetőség lett volna, wasted opportunity, de hát akkor is azért ez nem volt rossz, bárki bármit mond, de szép játék volt. Passzok jöhetnek-e? Passzokat nyomjuk. Jó, igen, így könnyebben tudjuk növelni az értékelésünket. Nice passing, hát így van. Gyere! Jajjaj! Szabadrugással jövünk? Odaadják nekünk talán? Nem hiszem amúgy. Na jó, ott vagyunk bent. Beívelik-e, vagy rárúgják? Rárúgják, nem is volt kipattanó, meg semmi. Legalább már nem 6-os az értékelésünk. Szép visszapassz! Gólpassz tudunk adni, fussál! Ott tudunk érni! Ott van, ér bele! Így nem. 6,8, jól van. Kell föl ne sérülj, de nem tudom, van-e benne sérülés, hát biztos kell lennie. Mert ebben nem kell részfejlődni, hogy ezt igen, le kéne szerelni talán. Legyünk minél előbb, targetmenbe vagyunk, úgyhogy elő kell lennünk. Ja, bármi van. És a szép passz, és akkor játszatok föl. Elő vagyok, most viszont mehet a passzjáték. Előre mehet, srácok, nyugodtan. Szép passz, gyönyörű, nice tackling. Hó van, a 7-es értékelést érjük el. Gyere, gyönyörű! Gyönyörű! Hosszúba, mint Böde! So close! Igen, nem volt rossz lövés, jó van. Tetszik ez a játékból, nem tudom, hogy van a nehézség, de egyelőre ez nagyon tetszik itt, hogy ilyen kis Hunterral kell nekünk itt játszadozni. Úgyhogy, ja. És írjátok meg, srácok, hogy tetszik-e a bélyegkép ennek a sorozatnak. Nem tudom, de mobilból át lehet-e vinni a rendes játékba, de egy ideig most ezzel fogunk játszani, hogy minden jó legyen. Mit tudunk csinálni? Egy fiatal tehetség! Move the ball! Túl sok volt a mozgatás, nem menjünk be hét alá. Jó, nem tudjuk eldönteni a mérkőzést az első helyzetbe. Most jó, gyere, passzolj most! De ne passzolj! Gyere, meccslabda! Kehil, piros lap, csak sárga. Basszus, bad passing. Jó, ne menjen be hét alá. Ez még jó lehet. És elcsúszik. Jó, gyere, bejöhet labda. Vissza. Jó, good pass. Várja. Nem tudom lerángatni, 5 percre adás, még elég sokáig húzzák, most viszont futnom kéne. Vissza. Nem. És újabb szabálytalanság a Manchester United-tól. Poor tackling, jó, hát nem baj, most már becsúszok. Szép. És srácok! Hát a kis videónak ennyi lett volna. Jó sok visszajelzést kaptunk. Igen. Jó sok passzolás, meg minden megvolt. 20 percet játszottunk, 7,1-es rating. Úgyhogy nézzük meg most mi is van tovább. Igen, nagyon király volt a Lurrend. Garrett Walker, igen, ő rúgta gólt. Special moment, jó, legyünk jó fejek. Nem fogom elfelejteni. Igen, pont elhoztunk, vagy 2 volt vesztettünk. Mindig tudsz jobb lenni. Igen. A Meneger most jó lesz.
Igen, ők is vettetek, mi is jól játszottunk. Köszönöm szépen, Alex, thank you eSports. És akkor a Chelsea meg minden ott van a háttérba. Captured in game. Igen, ez a gameplay, és akkor most kezdődik, srácok, ezzel fogjuk zárni. Igen, sok klub osztott van csatlakozni, de a Manchester United csatlakozik. Nagyon faszában megcsinálva itt minden. Igen. És berúgja, mit tudom, a BL döntőbe, vagy akár egy VB döntő, vagy valahol. És milyen sztória lesz ennek, atyavilág? Ez nagyon király lesz. Egyetem mindig azt adja, amire számítasz. Igen. Növeld a lehetőséget. Csak figyelj ki ennen, most össze. Igen. Hunter, és kihagyja, és a Mourinho ideges, a világ. Igen, tehát az a cél, hogy mindenki tudja nevünket világhírű focistává válni. Igen. És akkor az a Walker lesz az ellenfelünk? Tehát ő ilyen nem jó fej. Már az elején neki mondtuk azt, hogy Rubin helyettünk is egyet, de nem nagyon akart. Igen. Tehát, hogy my name is Alexander, az én nevem Alexander. Ha nem tudod a nevem, akkor higgyed. Vagy hát igen, tehát hidd el, hogy tudni fogod. Igen. Na jó, hát srácok, akkor ezek szerint a journey csak ennyi. Így van. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt volt. Ezek szerint nem tudjuk továbbvinni ezt a journey-t, de hát mindegy, megmutattam nektek, hogy mit is tartalmaz ez, hogy is van ez. És hát akkor írjátok meg, milyen FIFA 17 content legyen mostanában. Köszönöm szépen a figyelmet, aki még nem lett feliratkozva, az iratkozzon fel a csatornára. További szép napot nektek, sziasztok!